A neve Maggie Pullman. A jövő héten 5. megyek. És mivel még soha nem jártam igazi suliba, eszméletlen mennyire rettegek. Majd találkozunk. Ági, az nagyon nem menő, ha az apukát kísér oda. Te menő vagy. Tudom én, igen, de sajna a legtöbb apuka nem ilyen. A sisak sem menő. Istenem, add, hogy rendesek legyenek vele. Tudom, hogy nem vagyok átlagos 10 éves. 27 műtéten estem át. Hogy képes legyek lélegezni, meg látni, meg hallókészülék nélkül hallani. Viszont átlagos külsejű egyiktől sem lettem. Inkubátor, bunzenégő. Ja, ez meg egy táblatörlő. Ugye tudod, mi az a táblatörlő? Nézd a fejét! Életemben nem láttam még ilyen ocsmányat. Komolyan, ha így néznék ki, az arcomra húznám a kapucnit. Tudom, te nem mindig szereted, de én imádom. A kisfiam arca. Te nem vagy ronda, Ági. Ezt csak azért mondod, mert az anyukám vagy. Vagyis az én szavam számít a legjobban, mert én ismerlek a legjobban. Szia! Hé, erre semmi szükség. Nem tudom, miről beszélsz, Ági. Csak arról, hogy nem kell színlelned. Ági! Jól van, bocsánat! Akkor miért ültél ide? Szeretném, ha jó fejhaverom is lenne. Én is. Mire törekedjünk? Milyenné váljunk? Ezt a kérdést kell feltennünk magunknak nap, mint nap. Hé, hey Jack! Üljünk ide! Pillanat! Mi lenne a szupererő? Szeretném befolyásolni az időjárást. Ez tökre bénán hangzik. Te mi lennél? Láthatatlan. Te vagy ott a legkeményebb gyerek. Mutasd meg. Minek beolvadni, ha arra születtél, hogy kitűn? Az igazi csoda. Nem gondolkoztál plasztikai műtéten? Haver, azon én már rég túl vagyok. Melós volt, hogy ilyen jól nézzek ki. Decembertől a mozikban.